Műsorunk elején hallgassák meg Prinyi Tündét, a Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatóját, aki az intézmény áprilisi programjairól adott tájékoztatást. Április hónap gazdag programkínálattal várja a gyerekeket és a felnőtteket, író-olvasó találkozóval, a francia nap eseményeivel és a szokásos szombat délelőtti vidám rendezvényekkel. Köszöntöm Önöket, kedves olvasóink, a Városi Könyvtárból. Ez alkalommal néhány programunkra szeretném felhívni a figyelmüket. Szokás szerint gyerekeknek és felnőtteknek szóló program kínálatunk is van. Áprilisról elmondhatom, hogy széles választékot kínálunk mindenki számára, különféle témákban. Vannak közte már hagyományos programok, és vannak olyanok, amely újdonság számba megy. Rögtön mondanám az elsőt, egy felhívás, amely már negyedik vagy ötödik alkalommal szervez a Városi Könyvtár, a Magyar Költészet napjára emlékezve ennek alkalmából egy vers és próza író pályázatot hirdetünk, várja a könyvtár az olvasóinak az írásait. Fontos, hogy elmondjam, és inkább fel is olvasom a feltételeket, mert ezt most változtattuk az előző évekhez képest. Egy pályázó pályázhat egy verssel és egy prózával is kötetlen témában. Olyan írást várunk, amely eddig még semmilyen kiadásban és felületen nem jelent meg. Írásaikat maximum 6 gépelt oldalban, e-mailben várjuk 2019. május 20-ig. Műfajok, mese, vers, elbeszélés és regényrészlet. Korcsoportok, itt is változtattunk egy kicsit. Az első korcsoport a harmadik, negyedik osztályosok, a második a felső tagozatosoké, tehát 5-8, a harmadik korcsoport a középiskolásoknak szól, és a negyedik korcsoport pedig a felnőtteknek korhatár nélkül. Nevezési feltétel természetesen a könyvtári tagság. A beküldés módja, az e-mail tárgya tartalmazza a versenyző korcsoportját. Az e-mailben írják fel, tüntessék fel a nevüket, a iskolát, ha van, életkor, elérhetőség, a pályamű címe és műfaji megjelölése. És külön mellékletben, PDF-ben kérjük csatolmányként magát a művet, oda már nem kell a név, és a zsűri számára akkor így fogjuk tudni elküldeni. Május 20 tehát a leadási határidő. Addig még van idő, hogy egy saját verset, vagy egy kis novellát írjanak. Következő programunk, ez gyerekeknek szól, Csillag Húr és barátai, április 8-án hétfőn, 13 órakor vendégünk lesz Sás Károly, író, pedagógus, zeneszerző. Egy interaktív gyerekműsort fognak hallgatni az érdeklődő gyermekek. Az iskolák alsó tagozatos pedagógusainál már szervezik az osztályokat, érdeklődőket, ott érdemes pontosan érdeklődni, hiszen a könyvtárnak is azért van egy létszámbefogadó képessége, és érdemes mindenképpen előtte egyeztetni. Április 8, hétfő, 13 óra. Már elkezdtük április 2-től, két héten keresztül, április 18-áig a közkedvelt készletkiárusításunk. Selejtezett fölös példányainkat jelképes áron árusítjuk. A jó hírem az, hogy most teljesen lecserélt állományt, tehát sok könyvet selejteztünk is, és nagy köszönetet szeretnénk az olvasóinknak mondani, akik felajánlottak könyveket a könyvtárnak, illetve erre a célra, hogy akinek megtetszik, akkor az megvásárolhassa. Tehát jöjjenek, várjuk Önöket szeretettel két héten keresztül a készletkiárusításra. Cuppál, Fafaragó népi iparművész kiállításának megnyitója március 19-én volt, nagy sikerrel, és gyönyörűek ezek az alkotások, jöjjenek, nézzék meg, akár csoportok bejelentkezését is várjuk, korosztálytól teljesen független, hiszen mindenkit megérintenek az ő alkotásai.
Április 30-áig megtekinthetőek ezek a művek a könyvtár nyitvatartási idejében. Még egy hagyományos programunkat szeretném figyelmükbe ajánlani, húsvéti készülődéssel várja a Mazsola Játszóház a gyermekeket, a családokat április 6-án, szombaton 10-től 12 óráig. Ez az előző volt, tehát közkedvelt mesekuckó programunk április 27-én lesz, tehát a hónap utolsó szombatján 10-től 11 óráig. Ez alkalommal húsvéti verseket és meséket fogunk feldolgozni bábos, bábjátékos formában. És a gólyafészek, illetve a Platán olvasóklubot is tartjuk, ez alkalommal a költészet napjára emlékezünk. És még nem mondtam, egy fontos kiemelt rendezvényünket, amely a 10. jubileumi adásához érkezett tulajdonképpen, a Francia Kulturális Nap. Április 16-án kedden 16 óra 30-kor kerül megrendezésre. Köszöntőt Újvár Imre polgármester fog mondani. A zenés irodalmi műsor a gimnázium diákjai Döge Imréné tanárnő vezetésével a tőlük megszokott színvonalon. Már szintén hazajárnak, épp mondták a múltkor a szervezés alatt, a Debreceni Francia Intézet, illetve a Debreceni Egyetem francia tagozatának képviselője. Ők is el fognak jönni, meghallgathatunk egy-egy előadást a Francia Egyesület képviselőjétől, Ötvös Judittól, a DELF-DALF francia nyelvvizsgákról, amit érdemes tudni, tehát hasznos információk fognak elhangzani, illetve Marádi Krisztina az egyetemi francia tanszéktől a francia gasztronómiáról fog egy rövid előadást tartani. És lesz két meglepetés vendégünk is, akik már figyelemmel követik a plakátjainkat, ők már láthatták is a 10. jubileumi program Mon, Bonjour Piaf címmel Merics Nicolette francia chanson énekesnő műsorát fogják hallgatni, francia dalokat fog énekelni, illetve kísérő programként a vendégeket fogja várni, és végül egy dalt ő is fog zenélni, Bernard Hutter, francia zenész. És a elmaradhatatlan francia ételkóstoló, illetve kiállítás is lesz aznap megtekinthető. Várunk minden francia kultúra iránt érdeklődőt nagy-nagy szeretettel, 16 óra 30-kor, április 16-án, kedden. Jöjjenek a könyvtárunkba, nem csak a programjainkra, hanem a könyveket kölcsönözni. Most már jöttek például áprilistól újságok, nőklapja például, tehát előfizettünk néhány újdonságra is, érdemes a hírlapolvasónknak a kínálatát is nyomon követni. Köszönöm a figyelmet!